Sziasztok! A mai videóban high-end, azaz drága smink termékeket fogok tesztelni, elmondom róluk az első benyomásomat, lesz itt Too Faced, NARS, Becca, Iconic London, Sigma, úgyhogy ha érdekelt titeket, hogy érdemes-e ezeket a termékeket megvenni ennyi pénzért, és általában az én ajánlásaim beszoktak nektek válni, akkor mindenképp nézzétek tovább ezt a videót. Mindenekelőtt hidratálom az arcomat, és ehhez most az Yves Rocher-nek a Hydra Vegetál géles hidratáló krémét fogom használni. Ez normál kombinált bőrre van, és 48 órás non-stop hidratáltságot ígér. Az illata az nagyon kellemes, viszonylag erős, de nem túlzás. Lehet, hogy egy kicsit sokat tettem fel. De nem baj, leviszek a nyak részre is. Nagyon táplálónak érzem, nem egy ilyen könnyed hidratálóról van szó. Kicsit várok, hogy azért jobban beszívódjon ennél, mert most úgy érzem, hogy erre nem szívesen vinném egyelőre fel az alapozót, de ez nem feltétlenül baj egyébként, mert én úgyis reggel jóval előbb felszoktam tenni a hidratáló krémet, mint hogy aztán felkerüljön ugye a primer, meg az alapozó, tehát felkelek, lemosom az arcom, és már megy rá a hidratáló krém, aztán még fogat mosok, eszek, blablabla. Bla, bla. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem probléma nálam, de fontos volt megemlíteni. És most, hogyha az Yves Rocher webshopjában vásároltok 4990 forint fölött, és használjátok a HIDRADITKE kódot, akkor egy ilyen 48 órás hidratáló géles arcápolót kaptok ajándékba. A Sigmának ez a 3D HD blendere, ugye ezt a 3D HD ecset ihlette maga, óriási csomagolásba érkezik, ez a pici kis blender, és ahogy láthatjátok, az egyik fele az lekerekített, a másik fele pedig élesre van vágva, tehát egy ilyen háromszög alakot formáz, és hát ekkora szárazon, és akkor most megyek és bevizezem. Na itt is vagyok, ekkora lett a szivacs, igazából nem lett sokkal nagyobb, annyira nem nőtt meg, és hogy összehasonlítsam egyébként a Beauty Blenderrel, kicsit ellenállóbb az anyaga, tehát kevésbé puha, és most ahogy így nyomkodom, még jön ki belőle víz, rózsaszín ráadásul, tehát én azt érzem, hogy egy picit felszívja a folyadékokat, hát majd meglátjuk, hogy az alapozóval ez hogy lesz. Azt elfelejtettem, hogy primerem nincsen olyan, amit még nem használtam volna, és ilyen magas árkategóriájú, úgyhogy abból most fel fogom vinni a Kat Von D-nek a primerét, de aztán akkor jött az alapozó. Meg is vagyok a primerrel, és akkor jött az alapozó, ami a NARS-nak a Sheer Glow alapozója, a Gobi árnyalatban, ez a harmadik a világos árnyalatok közül. Remélem, hogy menni fog. Igazából a foundation.com ajánlotta. Itt meg tudjátok nézni, hogy ha nem tudjátok, hogy melyik alapozó árnyalat nektek a megfelelő, akkor beírtok egy olyat, ami biztos jó nektek, amit használtok nyilvánvalóan, és tudjátok, hogy jó, és akkor ki fogja adni, hogy más márkák közül, más alapozóból ahhoz melyik a leghasonló árnyalat, tehát melyik lesz nektek a legmegfelelőbb. Ezt tökre elfelejtettem amúgy, hogy nincsen pumpája, de ennek az alapozónak nincsen pumpája, úgyhogy a kezemre fogok kijönteni belőle egy picikét, és akkor belenyomom ezt a blendert, és elkezdem felvinni az arcomra. Szerintem az árnyalat az tökéletes, amúgy így elsőre, és amúgy nem annyira szívja be a szivacs az alapozót, mint amennyire gondoltam, hogy befogja. Tök jó fedése van ennek az alapozónak, és építhető, ami sose árt, mert hát ugye vannak olyan napok, amikor az ember egy természetesebb fedést szeretne, de vannak olyan napok is, amikor mindent el akar fedni az arcán. Úgyhogy ez tök jó, mert ez mind a kettőt tudja abszolválni. Na, szerintem ennyi elég is lesz. Egyelőre nagyon meg vagyok elégedve, mind az alapozóval, mind a blenderrel. Ahogy látjátok, nem szívta fel annyira az alapozót, hiszen nem lett itt túlságosan elszíneződve, illetve könnyű volt vele dolgozni, szépen eldolgozta az alapozót, nem lett foltos vagy akármi, úgyhogy ez a blender eddig tetszik nekem, és az alapozó is nagyon a kedvemre való. Ahogy látjátok, tényleg egy ilyen egészségesen ragyogó arcbőrt eredményezett, és szerintem nagyon jó a fedése is, az
mondom, baromi jó, hogy építhető, és úgy építhető, hogy a második réteg után sem volt ilyen kéki hatása az alapozónak, tehát még mindig amennyire lehet természetesen néz ki szerintem, és az árnyalatválasztás is megfelelő volt a számomra. Ezt a weboldalt egyébként le fogom tenni nektek az infoboxba, és akkor ott meg tudjátok nézni, tök hasznos, hogyha a jövőben alapozót vásároltak, és esetleg nem tudjátok, hogy melyik árnyalat való nektek. És akkor jön a korrektor, ami szintén a méltán ismert NARS Radiant Creamy korrektor, a legvilágosabb Chantilly árnyalatban. Hát rengeteget hallottam már erről a korrektorról, és nagyon-nagyon régóta szeretném kipróbálni, úgyhogy most nagy mérföldkőhöz ért az életem, valamilyen szinten. Azokra a területekre viszem fel, ahol egy picit világosítani szeretnék. És amire érdemes egyébként figyelni, hogy a korrektort a szem alatt csak mondjuk idáig vigyétek fel, tehát nem kell tényleg teljesen az a háromszög. Én is úgy csináltam, de rájöttem, hogy tök fölösleges, mert csak pazarlom a terméket egyrészt, másrészt meg annyit viszek fel belőle, hogy ez nem lesz már szép és természetes. Úgyhogy elég idáig felvinni, mert aztán eldolgozás közben úgy is kikerül a termék a szemnek ide a széléhez is, úgyhogy szerintem bőven elég ennyi. Most használom ezt az alsó felét a blendernek. Látjátok? Tehát, hogy idáig bőven kijön ez a mennyiség, úgyhogy szerintem hagyjátok el ezt a háromszög módszert ilyen módon. A korrektornak a finisével is abszolút meg vagyok elégedve. Elég világos ahhoz, hogy az én eleve világos bőrömet is egy picit kivilágosítsa, illetve nagyon light textúrája van, eszméletlen könnyen és szépen egybe dolgozható az alatta lévő alapozóval, és jól is feldít. Volt egy ilyen kis pattanás féleségem, és ugyan egy icipicit még mindig átlátszik, de azért bőven elfette annyira, hogy elterelje róla a figyelmet, úgyhogy ez a korrektor is egyelőre nagyon-nagyon tetszik. És ennek a finise is ilyen fénylő, ahogy láthatjátok. Na, akkor az arctermékek befejezéseképpen jöjjön egy puder, méghozzá egy olyan puder, ami most agyon van hype-olva, tényleg. Ez az új Becca Hydra Mist puder, és ezt azért szeretik annyian, mert vizet tartalmaz. Úgyhogy mivel ennyien szeretik, és ennyi jót hallottam róla, beszereztem, hogy én is kipróbáljam, illetve a szemem alatti rész az kicsikét száraz, úgyhogy nem ártana neki egy ilyesmi púder, hogyha beválna. Rá is van írva, hogy mindenképpen becsukott állapotba kell ezt itt tartani. Tényleg van valamilyen frissítő érzete már, mint egy picit ilyen hideg. Tök jó adagolója van amúgy, úgyhogy a kiszerelés az már jó. Igen, egyszerűen nem tudom másképp elmondani, ahogy felviszem a púdert, ilyen hideg érzés, ilyen hűsítő, és abszolút nincs ez a poros jellege, tehát nem igazán úgy néz ki, mint mondjuk a Laura Mercier-i porpúdere, hanem picit jobban eldolgozódik, vagy hogy mondjam, tehát hogy nincs ilyen púderes, poros hatása. Olyan, mint amikor ilyen nagyon nedves, vizes szivaccsal visztek fel mondjuk púdert. Én velem már véletlen megesett olyan, és az amúgy az nagyon rossz végeredményt okoz. Itt most nem olyan nedves a szivacs már, olyan, mintha nedves szivaccsal vinném fel, és ez viszont nagyon szép eredményt okoz. Sajnos azt kell mondjam, hogy igazából ez is tetszik. Azt, hogy megéri-e a pénzt, meg azt a nagy hype-ot, ami körülötte van, abban még nem vagyok biztos, hiszen azért azt is tesztelni kell, hogy mennyi ideig jó, de elsőre tetszik. Felviszem gyorsan a többi helyre is, ahol vittem fel korrektort. És akkor jön egy szintén méltány híres bronzosító, méghozzá a Too Faced-nek a Milk Chocolate Soleil bronzosítója, tehát a legvilágosabb árnyalat a kollekcióból, és ezt egy Zoeva 101-es ecsettel fogom felvinni az arcomra, leütögetem a felesleget, valóban csoki illata van a bronzosítónak, de gondolom ezt már hallottátok. Picit talán nekem még mindig ez túl narancssárgás. Nagyon szép, könnyen eldolgozható és pont jó mennyiségben pigmentált, tehát nem túl erősen, illetve nagyon lágy, viszont egy picit úgy érzem, hogy így nagyon narancssárgán hat a fejemen. Ami oké, hogy ez egy bronzosító, nem kontúr, de nem tudom, ezzel még lehet, hogy barátkoznom kell, vagy lehet, hogy barnulnom kell hozzá. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, de itt egy picikét, minthogyha nem lenne egyenletes a felvitel.
ha valami eddig, akkor szerintem ez nem feltétlenül éri meg a pénzt, mert igazából jó bronzosítót már a drogériában is tudtok találni, úgyhogy eddig ez az első, ami így nem igazán. És akkor van itt még egy Too Faced termék, és ennek gyönyörű a csomagolása. Ha őszinte akarok lenni, akkor 50%-ban ez határozott arról, hogy megvegyem ezt a terméket vagy se, mert hogy ez így néz ki egy gyönyörű rose gold szívecskében, egy gyönyörű rose gold highlighter. Az az ecset, amivel a legjobban szeretem felvinni a highlightert, az a 134-es a Zoe-vától. Tökéletes a mérete, tökéletes a kialakítása, minden pont tökéletes ahhoz, hogy tökéletes legyen a highlight. Igazándiból nagyon tetszik a színe. Ez is építhető, tehát egy rétegben egy visszafogottabb highlight volt szerintem, de most, hogy felvittem picit több rétegben is, látjátok, hogy azért elég intenzív. Van egyébként arany, meg ezüst árnyalatban talán. Okay, és most, hogy készen vagyunk az arcsminkkel, jöhetnek a szemek. Amihez ezt a Too Faced Natural Matte palettát fogom használni, ami szintén nem olyan rég jött ki, és megint csak a csomagolás nagyon sokat adott ahhoz, hogy ezt beszerezzem. Gyönyörű, nagyon jó és masszív, mágneses, úgyhogy hát mondjuk nem tudom, mennyire könnyen jön szét adott esetben egy bőröntben. Nagyon jó kis utazó paletta, ettől függetlenül egyébként, hiszen ezzel aztán bármilyen sminket el lehet készíteni, természeteset, illetve akár egy erősebbet is. És hát amúgy már az segít benne, hogy jönnek egymás után az árnyalatok, tehát mindegyik sor egy külön smink lehet, de nyilvánvalóan össze-vissza is lehet keverni ezeket az árnyalatokat, csak ennyivel segít nekünk a paletta, hogy már sorba rakta, hogy mely árnyalatok illenek egymáshoz. Szerintem én megpróbálok most egy mindennapi sminket elkészíteni ennek a palettának segítségével, hiszen alapjáraton ezért vettem. Először is fogok egy nagy ilyen puffy ecsetet, és a Heaven árnyalatot. Jó pigmentált. Satírozó ecset, és a Less is More árnyalat, ami itt van mellette. Úgy nem porzik eddig legalábbis, sőt, gyönyörűen el lehet dolgozni a színeket. Elég pigmentáltak is. Fogok egy ilyen kisebb ecsetet, ez a Sigmának az E36-os ecsete, és imádom. Szerintem már valamelyik kedvences videóban benne volt. Ugyanezt az árnyalatot, amit az előbb is használtam, felviszem csak az alsó szempillatövekhez. Kicsit még ezzel az ecsettel itt is megerősítem fönt ezt a színt. Azért nagyon jó amúgy ez az ecset, mert tök precízen be lehet vele menni tényleg a mélyítő vonalba. Jó, és akkor most fogom a legsötétebb barnát ebből a sorból, a Sexpert árnyalatot, és ugyanezzel az ecsettel ezt is felviszem a mélyítő vonalba. Nagyon szépen egymásba dolgozódnak egyébként a színek, tehát alig kell satírozni, és szinte maguktól ez óriási pluszpont a palettának. Picit az alsó szempillatövekhez is viszek fel, de a szélére. Jó, és egy tiszta satírozó ecsettel csak eldolgozom. Nagyon jól lehet satírozni ezeket a szemfestékeket. Nagyon szuper. Egy picit még a Lay Steady árnyalattal, arra a részére a szememnek, ahol nagyon világos rámegyek. Ennek is amúgy baromi jó illata van. Nem is tudom, ez nem olyan csokis, hanem nem tudom, ez is valami édesség, valami sütemény. Na, ennyi smink szerintem tök okay. Ezt én a mindennapra tök simán viselném, és nagyon egyszerű volt tényleg elkészíteni. Elképesztően jó ez a paletta, és hogyha esetleg gondolkoztok azon, hogy ezt a palettát megvegyitek-e, akkor szerintem igen. És akkor most jött egy olyan termék, ami szintén nem olyan régen eléggé hype-olt volt, ez pedig az Iconic London-nek a szempilla spirálja. Nagyon érdekes keféje van, ilyen hajlított egy picikét. Általában az emberek nagyon-nagyon szerették. Egy videón keresztül tényleg, akiket láttam, nagyon brutális szempillákat eredményezett. Igen. Nem csalódtam annyira. Szerintem ez úgy jól néz ki. Annak köszönhetően, hogy egy picit ilyen ferdített a keféje egyébként, kicsit könnyebben hozzá lehet férni az alsó pillákhoz is.
vadi új, és most nyitottam ki. Még egy picit sok terméket visz azért föl, mint nagyjából egyébként minden szempillaspirál az első pár használatkor. Ha egy picit elkezd beszáradni, akkor egyszerűen tökéletes lesz, de amúgy így is nagyon jó. Csak azért el tudom kezelni, hogy egy annyival kevesebbet vigyem föl. Egy terméket majdnem elfelejtettem használni, ez a Sigmától van szintén, és ez egy Inner Rim Brightener Final Touch. Tehát egy ilyen belső szemzug kivilágosító ceruza. Nem feltétlen érzem létjogosultságát egy ilyen terméknek, de próbáljuk ki. Nem tudom, ha valami, akkor ez biztosan nem ér meg annyi pénzt, amennyibe kerül. Ezt vegyétek meg a Trendy Tap-tól a DM-ben, vagy valahol, nem tudom ugyan mennyibe kerül, de biztos, hogy nem annyiba, mint egy 200 forintos szemceruza most a DM-ben akciós, csak úgy mellékesen. Amúgy krémes és tök pigmentált, tehát egyáltalán nem kell rányomni ceruzát ahhoz, hogy tényleg jól látszódjon az árnyalat, de mondom, szerintem ennyi pénz nem feltétlen ér meg, de ezt nyilván neki eldönti magának, és most ráraktam a kupakot a végére, és beleszorult a kupakba a vége, úgyhogy soha többé nem fogom tudni rárakni a kupakot. Ez egy szomorú történetnek a vége. Ez így ennyi volt. És akkor jöhetnek az ajkak, amihez szintén egy új Too Faced rúst fogok használni, ez az Overexposed árnyalat, ami egy ilyen májvás szín. Szintén egy nagyon krémes állagú termékről van szó, és viszonylag pigmentált is. Végig ilyen krémes maradt, tehát én úgy sejtem, hogy azért ez napközben könnyebben le fog kopni. És akkor jöjjön az Urban Decay All Nighter fixáló spray, ami szintén rengeteg youtuber videójában szerepel. Ezt kifejezetten még nem próbáltam. Urban Decay fixáló sprayt már igen, és imádtam, nagyon-nagyon szerettem, valóban jóval hosszabb élettartamot adott az aznapi sminkemnek, úgyhogy szerintem ebben sem fogok csalódni. Nem merem kinyitni a szemem, mert eddig ugye nem jön, mivel most használom először, de ha kint használom, tudti, hogy azonnal kis pincel. Ha a fixálós sprayt azonnal elkezditek szárítani, akkor egyébként hatásosabb. Nézzünk akkor egy közelít a sminkről. Ennyi is lett volna most sajnos ez a videó, a megszokottól eltérően most nem fogom nektek megmutatni nap végén, hogy mennyire bírja a smink, mert már így is nap vége van, 8 óra. Majd esetleg az infoboxba írok egy kis update-et, hogy mondjuk így 10-kor, amikor le fogom szedni, hogy néz ki, de minden esetre remélem, hogy azért így is tetszett nektek ez a videó, és hogyha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem vagytok, illetve írjátok meg lent kommentekben, hogy nektek melyik a kedvenc, drága árkategóriájú terméketek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a legközelebbi videóban találkozunk, és addig is, sziasztok!